Ismét remekeltek a Hód fitnessese versenyzői a hétvégén rendezett országos versenyen. Összesen 5 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet sikerült megszerezniük a vásárhelyi lányoknak. Vásárhelyre figyelt újra a magyar fitnessvilág, mivel a város adott otthont a Grand Prix országos versenynek. A tervek szerint Ceglit szervezte volna meg a bajnokságot, azonban technikai okok miatt mégis Hódmezővásárhelyen tartották meg. Ez a másodosztályú Grand Prix-nek az a célja, hogy a három verseny alapján, ugye van egy végső Grand Prix sorrend, és abból a sorrendből az első három helyezett, az első osztályba jut, tehát az A kategóriába jutnak fel a gyerekek, ez egy fellépési lehetőség. Az A csapatversenynek pedig, ami majd délután lesz, az pedig a következő év Európa Kupának az első kvalifikációs versenye. Az ország összes egyesületéből közel 300 gyermek mutatta meg tudását a pályán. A hazaiak kifejezetten jól szerepeltek. A vásárhelyi lányoknak összesen 5 aranyat, 3 ezüstöt és 3 bronzérmet sikerült megszerezniük.